Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! 5 éves kora óta az asztali tenisz a kedvenc játéka, ma pedig már napi rendszerességgel űzött sportága a kis Nikosznak, aki a két legnagyobb hazai tehetségnek tartott játékos egyike az U11-es korosztályban. Már a sportág hazai legnagyobbja, Klampár Tibor is felfigyelt, Nikosz Kizakis ösztönösnek mondható, szinte taníthatatlan mozdulataira. A szekszárdi kisfiú, akinek édesapja és edzője az egykori MB2-es szekszárdi játékos Kizakis Georgis, nem kisebb célt tűzött maga elé, mint azt, hogy jövőre a Mini Európa Bajnokság legjobb 8 játékosa közé szeretne bekerülni. Így kontracsatázik mind a tenyeres, mind a fonák oldalon Magyarország pillanatnyilag két legnagyobb 11 éves tehetségének egyike a szekszárdi kis Nikosz Kizakis. Na és a szervája sem szokványos, amiből rendre befejező tenyerest üt a kisfiú. Mindez nem egy sportcsarnokbeli asztali tenisz tea délutánon történt, hanem egy MB2-es felnőtt férfi bajnoki meccsen, mert hogy Nikosz a Bonyhádi Vasas új nyári igazolása, és mint országos gyerektehetség húzó embere is. Mi volt, amitől tartott? Hát, hogy az első ponttól kezdve, amikor pörgetette a fonákot, akkor már kicsit megijedtem, hogy ő ilyen nagyokat tud pörgetni, meg magas, ezért én elkezdtem pörgetni, hogy ő ne tudja használni a játékát. Azt hiszi az ember, hogy ő nagyon jó játékos, mindenhez elér, nagyon jól játszik, és őket nehéz nagyon legyőzni. Neki azért sikerül, ami sokaknak nagy boldogság még rajta kívül. Legfőképpen a volt MB2-es asztali teniszező édesapjának, Kizakis Georgisnak, aki 5 éves kora óta minden részletekre kiterjedően egyengeti a fiú már most hangzatos sikerekkel teli útját. Úgy érzem, hogy a fiamnak még sokáig szüksége lesz rám, hogy én a háttérből azért mind mentálisan irányítsam, és hát a mozdulatokat, azokat is tudom, hogy mik a hibái, mibe kéne javulnia. Elsősorban én azt látom, hogyha ő erőllétileg utonéri ezt a korosztályt, akkor nagyon nagyot fog javulni a játéka, mert tulajdonképpen ő még ehhez a korosztály, a saját korosztályhoz is még fizikailag egy kicsit gyenge. Mármint a 13-14 évesekhez képest, akiket már technikai téren jó lehet megelőzni. A benfentesek szerint Nikosz csukló mozdulataiban, kéz-ideg-izom koordinációjában sok úgymond mások számára taníthatatlan elem van, ami már most az átlagosan tehetséges asztali tenisz palánták fölé emeli. A Klampár Tibivel rendszeresen játszik a fiam, most a héten is voltunk fönn, hétfőtől szerdáig fönn voltunk az edzőtáborban, a Heraklész válogatott edzőtáborban, és egy délelőtt egy órát mindig szokott a Klampár Tibivel játszani, hát annak félelmetes fonákja van még a mai napig, helyből úgy üti a fonákot, hogy hát a fiammal mondom neki, fiam, hogy ezt tanult meg, amit a Tibi bácsi annak idején. A szintén 11 éves Szarvasi Szántosi Dáviddal a legjobbak a korosztályukban az országban. Már alakuló félben a távolabbi jövő ígéretes magyar férfi párosa is. Mi már benn vagyunk a magyar serdülő válogatottban, és ő a Szántosi Dávid. Ővele mindig nagyon sokat játszok, ővele vagyok mindig csapatban, mindenhol, külföldön, itt Magyarországon. Szántosi Dávid, aki nagyon tehetséges, és ő vele már régóta válogatott, újonc válogatottban, csapatban és csapattársak, és serdülő párosban ebben az évben országos bajnokságot nyertek az U15-ös fiúk között. Csehországban megvolt mindkét fiú számára a sikerélmény, vitték előre a magyar csapatot. De Nikosz nem örült a csak csapatezüstnek. Kikaptunk egy cseh csapattól 3-2-re, az utolsó meccset én játszottam, és sajnos kikaptam. Most voltunk Orosházán, ott a serdülőpárost meg is nyertük. Ugye a Mini Európa Bajnokságon ugye tavaly 17. lettem, tavaly előtt 12. és szeretnék, ha jövőre belennék a legjobb 8-ba. Európa legjobb 8-12 évesek közé szeretne kerülni a szekszárdi srác, akit eddig édesapja edzett, készített fel,
Kizakis Georgis nem szeretné szakmailag kisajátítani a fiát, de a klubjánál és a válogatottnál is elvárja a későbbiek során is, hogy bevonják a szakmai és azzal összefüggő más jellegű kérdésekbe, döntésekbe. Ha a saját nevelésű játékosok számát vesszük, a labdarúgó megyei első osztályban a Dombóvár áll legjobban. Minőség tekintetében is van okuk a büszkeségre, hiszen folyamatosan érkeznek szinte egymást kiszorítva a felnőtt csapathoz. Amíg rutint szereznek, becsúszik néhány nem várt vereség vagy pontvesztés, de tavasszal nem csupán a mérleg nyelve szerepét akarja betölteni Kardos Ernő csapata, a pillanatnyilag negyedik helyen telelő gárda. A legnagyobb település Dombóvár a megyei első osztályban szereplő labdarúgó csapatok közül, és amióta kiestek az NB3-ból, amióta nincsenek komolyabb cégek támogatók a helyi foci mellett, azóta komolyabban veszik a futballklubnál az utánpótlás nevelést. Büszkék arra, hogy csupa saját nevelésű fiatalokat foglalkoztat az első csapat, és ellátják a környékbeli kisebb-nagyobb csapatokat is játékosokkal. Persze a fő cél, hogy ilyen saját téglából építkezve legyen Dombóvárnak újra, előbb megye egyes bajnokcsapata, s a többit majd meglátják. Időarányosan jól állnak, hiszen már 2-3 éve meghatározó fiatal élcsapatuk van. Nagyon nehéz azt megoldani, hogy csak saját nevelésű, azért azt nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy akár a múlt héten a Dunaföldvár ellen a keretben 9 saját nevelésű játékos volt, most megint a keretben 8 saját nevelésű játékos volt, ami azért nagyon-nagyon pozitívum, mindig lesznek külsősök, most is ugye vannak, de hát anélkül nem lehet, tehát csak Dombóvárival nagyon szép lenne, de nem biztos, hogy lehet eredményt elérni. Igazából nem éreztem annyira, tehát ezt most kiegyezik nagyon, hogy beragadtunk. Volt ugye Majosán, ott x-eltünk Majoson, ugye ott Majoson minden, mindig nehéz pontokat szerezni, aztán utána kikaptunk otthon a Bonyháttól 1-0-ra, ott azon a meccsen nagyon jó futballoztunk, talán azt mondom, az egyik legjobb meccsünk volt, aztán egy szerencsétlen góllal kikaptunk, végig mi domináltunk, ott éreztem azt, hogy akár mi a bajnoki címért is mehetünk, hiszen az egyik legjobb csapat ellen dominálni tudtunk, bár a pontok alapján beragadtunk, ugye aztán most egy kiegyenesedtünk, de talán picit a játékosok elhitték azt a nyári felkészülés alatt, hogy ugye elég komoly eredményeket értünk el a nyári felkészülés alatt, tehát a Somogy megye most 15 pontra vezeti a bajnokságot, a Balaton ellen azokat simán megvertük, ugye a Szederkénynek, a Baradnya megyei élcsapatnak rúgtunk 6-ot az felkészülési meccsen, tehát nagyon jó felkészülési meccsénk voltak, kicsit el is hitte a csapat, hogy most itt be fogunk gyalogolni a végig a bajnoki címig, hát azért annyira jók még nem vagyunk, de viszont az is igaz, hogy ezt most kiismerem jelenteni, az egyik esélyes az a Dombóvár. A közvélemény ennek ellenére úgy gondolja, hogy a Tamási Bonyhát Tolna hármas vetélkedésbe a bajnoki címért még nem fog beleszólni a Dombóvár. Részint azért, mert a felsoroltak közül 2-vel szemben 4, illetve 5 pontos hátrányban van, másrészt pedig az körvonalazódik, hogy a jelenlegi dobogósok mindegyike semmit sem bíz a véletlenre, így egy-két játékossal biztosan erősíteni tud még a télen. Ebben az évben a dobogó volt a cél, ugye új csapatot kellett építeni nyáron, fiatal csapat, de az is látszik, hogy rengeteg munka van. Én az előttünk lévő három csapat, a Tamási, a Bonyhád vagy a Tolnát se elműteném, hogy feltétlenül jobb csapat, valamiben jobbak, talán a rutin, talán a kor, talán a több tapasztalat egy picit mellettük van, viszont képessége biztos, hogy nem jobbak. Elég komoly felkészülés lesz, és idén mindenképp ott szeretnénk lenni a dobogón, és mindenképpen szeretnénk együtt tartani ezt a nagyon fiatal csapatot, és Dombóvár városának azért a múltban végig NB3-as csapata volt, ez egy hosszú távú cél, hogy újra NB3-as csapat legyen Dombóváron. Ennek a kívülálló számára is szimpatikus megalapozása zajlik mostanság, a többi már nem rajtuk, hanem inkább a szponzorokon, támogatókon múlik. Továbbjutással egyenértékű fontos győzelmet aratott az atomerőmű KSC Szekszárd az Európa Kupa utolsó előtti fordulójában, hazai környezetben, az addig csoport első szlovák Ruzsomberok ellen. Ehhez a 15 pontos győzelemhez a kiváló csapatjáték mellett két kiemelkedő egyéni teljesítmény is kellett.
Leszámítva az első negyedet, mondhatni, az idény talán legjobb játékát produkálta az atomerőmű KSC Szekszárd ebben a bajnokságban, európai kupameccsen a Rózsahegy ellen. Szinte egymás múlta felül a két régiós, McCall és Bishop, nem csak a pontszerzésben, a lepattanózásban is. Kiismerhetetlen volt mindkét irányító, Studer és Elderbrink, akik alapfeladatuk ellátása mellett 8, illetve 9 pontot is betettek a közösbe. Jól és nagyon hasznosan lépett be a játékba a kispadról Jovanovic és a csapat védekezés is összeállt. A Ruzsonberokban remek egyéni teljesítményeket láthatunk a két amerikaitól, Ellenbertől és Jeffreytől, úgy szintén Sniskajtól is. Nem volt ennek a csapatnak gyenge pontja, jól muzsikált, de a 25 pontig jutó McCall-lal, valamint az egy hián 30 pontot szerző Bishop ellen ezen a meccsen egyszerűen nem lehetett ellenszerük. Volt gyors indítás gólokat, volt szép figurák, amit nagyon hosszú türelmesen játszottunk. Úgyhogy én azt érzem, kezdünk alakulni. Mindig megteszi azt, amit a csapat igényel tőle. Most az éppen az volt, hogy ennyi pontot dobjon, máskor nem szokott ez lenni, mert máskor megdobja. Hát 30 éves neki tulajdonképpen ez a tapasztalat már megvan, hogy hogy tud hozzátenni a csapat az, hogy győzzön. Igazából nagyon büszke a lányokra, mert az volt a cél, hogy 7 ponttal nyerjünk. Ezt ugye még fölül is teljesítettük, úgyhogy nagyon örül az egészre. A csoport első elleni győzelemmel már a záró forduló előtt az Európa Kupa H csoportjában biztosította a továbbjutást a KSC Szekszárd. Ekkor csupán a mérkőzés lefolyását követően az volt a kérdés, hogy első vagy második helyen. Mintegy 80 fiatal teniszező vett részt Pakson a már hagyományos Mikulás kupán, melyre a környező településekről is érkeztek versenyzők. A fedett teniszcsarnokban csaknem 12 órán keresztül két pályán zajlottak a küzdelmek. Reggel 8-tól este 10-ig szinte megállás nélkül zajlottak a teniszversenyek a paksi fedett pályán. Olyan népszerű a már 10 éves hagyománnyal rendelkező Mikulás kupa gyermek- és ifjúsági verseny, hogy maratonira sikeredett. A Mikulás kupának már elég hosszú hagyománya van, ezt minden évben megrendezzük decemberben, általában 6-ához legközelebb eső hétvégén. Most ma egy nap zajlik a Mikulás kupa a legkisebbeknek, illetve a 12-18 éves fiataloknak az ifjúsági verseny. A korosztályok az 12 év alattiak, 3 korcsoportban külön a fiúk, külön a lányok versenyeztek az adogató versenyben, illetve a 12 év és 18 év közötti fiatalok összesen 8 csoportban 4 fiú, 4 lány, 2 évente 12, 14, 16 és 18 év szerint versenyeznek. A legtöbben Paksról érkeztek, de azon kívül Dunaszentgyörgy, Dunaföldvár, illetve Kömlődiek is vannak. Az adogató versenyen voltak körülbelül 40-en, ha jól számolok fejbe, illetve az ifjúsági versenyen olyan 40-50 között. Gyümölcsöző napja volt a 7 éve teniszező Komlósi Csengének. Lakatosné Klopcsik Diana tanítványa 11 meccset játszott, mert több korosztályban is indult, aminek meg is lett az eredménye. 2 arany és 2 bronzérem került Csenge nyakába. Reggel kezdődött az adogatóval, ami azt jelenti, hogy szervez, és 10 darabot kellett szervelni, és ahány átmegy az alapból. Ketten lettünk elsők, Bálint Csengével. Indulok 12-ben, 14-ben és 16-ben és 18-ban. 12-ben első lettem, 14-ben harmadik. A 11 éves Kertész Karina is több korcsoportban is pályára lépett. A dunaföldvári teniszező hölgy nagy álmokat dédelget a jövőt illetően. 3 éve teniszezek, Pesten is, meg Pakson is. Egyszer Pesten, de először 3-szor voltam, és most már itt 2-t, most meg egyszer. És mert a tesóim is teniszezett, és az egész családom is nagyjából. 12-ben, 14-ben és 16-ban is indultam, igen. Hát nyertem is, meg kikaptam is. Hát nem mindig ment, de a végére már jól sikerült. Azért. Mi az, amire úgy nagyon oda kell figyelned, hogy érzed, hogy mi az, amiben még egy kicsit erősödnöd kell, melyik oldaladról? Hát, hogy előbb odaérjek a labdához, meg kicsit lassabban indulok el,
meg kicsit a fonákot erősíteni. Minden résztvevő csokoládéval és rengeteg tapasztalattal a puttonyában térhetett haza a Mikulás kupáról. A legügyesebbek pedig... Mozgalmas és sikeres évet zárnak a pécsi tornászok. A korábbi Pécsi Torna Egyesület 2015-ben beolvadt a PSN ZRT-be. A fúzió és az új torna munkacsarnok birtokba vétele óta érezhető a sporták fellendülése. Az évzáró gálát az ANK sportcsarnokban tartották. Látványos gálaversenyt rendezett a PSN ZRT torna szakosztálya. A megmérettetésre egyéni és csapatkategóriában nevezhettek az iskolák. A sportolók sikeres 2018-as évet zártak, és a szakemberek szerint a közelmúltban történt infrastruktúrális fejlesztés az eredményekben is meglátszik már. 7 éve tornázom, első osztályba kezdtem el, amikor úgy gondoltuk, hogy semmibe se vagyok jó, és kosáregyzésről felmentünk az emeletre, és úgy megfogott ez a sport, magához láncolt és nem eresztett. A kedvenc szerem a talaj. Igazából az az egy, aminél sose izgulok versenyen. Idén kijutottam az országos bajnokságra, és az lenne a következő évben az cél, hogy ugyanezt megtegyem, és dobogós eredménnyel is végezzek. A középiskolások már a diákolimpiai gyakorlatukat mutatták be a gálán, ők a pontozásban is segítettek. Első óta tornázom, szóval már lassan 10 éve, mert 10-es vagyok. Igazából nem tudom, hogy miért ezt választottam, az iskolában lehetett ilyen különböző szakköröket választani, és nekem a sportok közül úgy ez tetszett meg, vagy első ránézésre. Amikor 4-szer van, akkor a korlát, de hogyha itt a 3-szer közül kell választani, akkor inkább a gerenda. Nem tudom, az sikerült a legutóbbi versenyen a legjobban, úgyhogy most éppen az. De általában mindig az, amelyik a legjobban sikerül. A korábbi Pécsi Torna Egyesület csoportjai és edzői 2015. augusztus 1-e óta a PSN ZRT-t erősítik. 14. alkalommal rendezzük tornagála néven, előtte Mikulás kupa volt, úgyhogy kb. 40 évre tekint vissza ez a verseny. Ez a megye tornászainak lehetőséget biztosít, hogy versenyezzenek, bemutassák a tudásukat. Nagyon jó előpróbálja a januárban induló diákolimpiai versenysorozatnak, úgyhogy ez a lényege. Hát az iskola az olyan szempontból sok, hogy a PSN ZRT kereteiben rengeteg iskolából vannak. Ezzel lehetőséget adunk arra, hogy vegyes csapatok, tehát nem szükséges egy iskola tanulóinak lenni. Ezért rengeteg iskolából, úgyhogy felsorolni is csak olyan szempontból érdemes, hogy a Jurisics, a Nevelési Központ, a Cserepka János ugye, iskola az, aki komplett csapatot ad, a többiek pedig ilyen vegyes csapatos. És a Bánki, bocsánat, őt kifelejtettem. Szeretnénk az országosig elmenetelni, fiúkkal, lányokkal egyetemben, és most már 2 éve a Jurisics úti iskolának a csapata országos éremeket hoz haza, tehát helyezett 2., illetve 3. helyezetként, illetve a gimis csapat, aki már 5 éve nagyon jól versenyez, úgyhogy tőlük várunk nagy kiemelkedő eredményeket. Az infrastruktúrális fejlesztésnek köszönhetően az utóbbi időben látványosan nőtt a tornászok száma. Leginkább a 10-14 éves korosztály választja ezt a sportágat. A januári 2 diákolimpiai versenyt, vagyis a városi és a megyei fordulót már az új torna munkacsarnokban rendezik. Az érmek és oklevelek mellé most Csoki Mikulást is kaptak a gyerekek a hagyományos téli teremátlétika verseny végén. Az első napon a fiúk, a másodikon pedig a lányok mérték össze erejüket 60 méteres síkfutásban, távolugrásban és kislabdahajításban. Csoki Mikulások sorakoznak a zsűri asztalon. Sok éves hagyomány, hogy a december elejé teremátlétika versenyen megajándékozzák a gyerekeket a szervezők. A Viadalta Sportiskola futófolyósójában kezdték a tanulók, ahol 60 métert futottak, majd távolt ugrottak. Aztán a kislabdahajításhoz felöltözve az udvarra vonultak a csapatok. A 3 versenyszám értékelése után alakult ki a Mikulás kupa végeredménye. A távolugrás az 3,72 méter, a 60 méter az 9,72 méter, és a kislabda meg 23 méter. Hát a futást szeretem a legjobban. Egyénibe Zalaegerszegen 3. lettem 60 méterbe. Hát mezei futáson
második lettem. Hát és ezek a legjobbak. A Mikulás Kupa a Pécsi Diáksportbizottság évek óta visszatérő rendezvénye, melyre pécsi és Pécs környéki iskolák jelentkeznek. Általában így a téli szezonban két teremotlétikai versenyt szoktunk rendezni. A felső tagozatosoknak, 5.-6.-osoknak egyet, meg ennek a korosztálynak. Hát nyilván a kicsiket kötjük inkább a Mikuláshoz, a nagyobbak majd februárban mérik itt föl, vagy a tudásukat, illetve egy kicsit versenyeznek ebbe a hosszú téli szünetbe, legyen azért mivel foglalkozniuk. Hát ez is a célja ennek a mai versenynek. Ez kapcsolódik egy kicsit a szabadtéri összetett versenyük, csapatversenyükhöz. Ugye hát nyilván a futószáma táva az adott, nem, de egyébként ugyanez van a szabadtéri versenyen is, ugye 60 méter. A kislabdahajítás és a távolugrás az pedig adott versenyszáma ennek a korosztálynak. Atlétikában nem lesz most télen több versenyünk, illetve hát a februári adott korosztálynak is, utána márciusban mezei futással folytatjuk, és április elején kezdjük már a szabadtéri csapatbajnokikkal a városi versenyeket. Ez a teremathlétika verseny jó szintfelmérő a testnevelők számára, hiszen hamarosan el kell kezdeni a felkészülést a tavaszi diákolimpiai fordulókra. Egyrészt szintfelmérő, másrészt a gyerekek egy nagy motivációt, tehát ez egy jutalom, aki ide eljöhet. Úgyhogy nem is azt válogattuk igazán, aki a leg tehetségesebb, hanem inkább aki a legtöbbet dolgozott az órán, illetve a kölyök atlétikai versenyek kapcsán az edzéseken. A kölyök atlétikai programban tavaly akikkel dolgoztunk, próbáltuk azok közül válogatni. Szerencsére jó idő volt, és sokáig tudtunk kint dolgozni. A távot azt kevésbé tudtuk gyakorolni, de a kislabdát meg a 60-at az sikerült. A kölyök atlétika program célja a sportág mozgásanyagának élményszerű megismertetése a gyerekekkel, miközben mind a fizikai, mind pedig a koordinációs képességeik is fejlődnek. Fontos, hogy a fiatalok megszeressék a mozgást. Emellett a program feladata az is, hogy segítsen megtalálni a tehetségeket az atlétika és más sportágak számára. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, addig is viszontlátásra!